Évekig itt tisztességes volt, minden rendben volt. Kirakták a kisebbséget. Azóta nincs olyan kert, amit ne törtek volna fel. Itt van két kert, az odébb egy idős házaspásznak volt kertje. Jöttek, mindig ápolgatták körülbelül a kiskutyájukkal. Kerítést elvitték, szőlőt szétszették szegényeknek. Időnként kiszoktak jönni, de meg szegény asszony, mi történt a kertjével. Itt a környéken kertet művelni nem lehet. Nekem is ott van kint a föld, szabadon, semmit nem lehet vele kezdeni. És gazdálkodni már nem is nagyon gazdálkodik senki, gondolom, ugye? Nem. Akinek képesze van. Zöldség, gyümölcs, nem, ilyesmi. Nem, pedig csinálnak. Nem lehet semmit. Ami nincs levetmózva, nem ízik tüzesen. Nem. És a rendőrség az mit csinál ezzel? A rendőrséggel az a baj, hogy én ahogy beszélgettem, ugye, mert volt itt, én ezt összevesztem, mint a Dakotákkal éjszaka, és kivonult ide a rendőrség. Az én kutyám megölt az övékét, és ember volt. A járőknek csak az a bajuk, hogy állandóan megy a panaszlánk, hogy őket azért zavargatják, mert egy kisebbség. Tehát a rendőrjáról elmondta, hogy már nem mernek úgy hozzányúlni a kérdés, ez megy mindig a panasz, hogy őket azért bántják, mert egy kisebbség. Ott ez nem igaz. Azért szólnak nekik, mert ilyen életüket folytatnak. Na de hát, hogyha valaki ellopja a terményt, a sértett megtenni a feljelentést, akkor a rendőrség eljár és megtalálja az elkövetőt. Ha cigány, cigány, ha nem cigány, nem cigány. A rendőrség akkor... nem igazán jár el. A rendőrség, azt csinálja, hogy lezárja 30 napon, küldnek egy papírt, ez megtörtént számtalan emberrel, küldnek egy papírt, le van zárva az ügy, mert nem kapják el. És keresik egyáltalán? Azt nem tudom. Vagy azért nem kapják el, mert nem keresik? Vagy keresik rettenetesen, csak éppen nem találják meg? Hát én nekem erről a rendőrség is megvan a véleményem. Elmondtam a járőrnek, mondom, uram, nézze, itt lakok kint a világ végén, itt már csak az erdő van, egy év ott megölték szerencsétlen öregembert. Lent a vádorban megszurkálták itt a szerencsétlen, megint megszurkálták itt, én ugye. És nekem elmondtam, hogy sajnál, én már úgy, nem az, hogy félek, mert a rándó fenyegetés, mert valamikor kinevetem, de valamikor nem nevetek, hanem bemegyek és elgondolkodom, hogy úristen, tényleg a legközelebb én kérlek engem, mint adjunk csak meg. De ezt nem túlzásképpen mondom, hanem már itt mi vagyunk magyarok a kisebbség. Mert amit milliárdokat kaptak, mert ezek a felzárkóztatási program, meg nem tudom én milyen roma program, hát egy világot meg lehetett volna váltani. Le van zárva az út, hogy ne menjenek iskolába? Vagy fegyveresen őrzik az utat, hogy nem lehet iskolába menni? Csak lopni kell, meg csavarogni. Hogy nem lehet iskolába menni? Hát ugye, mert ugye nem járnak is, valakik nem járnak iskolába. Úgykos kijött a, most nem tudom, hogy hívják azt a srácot, kijött a börtönből, van egy határátlás iskolája, ugye izomtűkóban, meg kopasz, és vannak tetoválás, hogy menjünk gyereknek képzelni magát. Az ember tisztességes szól, hogy gyerekek nem így kéne, akkor olyan szavakkal illetik az embert, hogy folyjon jól. Hogy így meg leszünk verve, amúgy meg leszünk verve, meg lesz, amit nekem legutóbb mondta a Gyurisnek a fia, hogy leleszek szúrva vasvillával a kutyáimmal együtt, beleszek dobva az erdőbe, és el leszek temetve. Haragszanak biztos a kutyáira, mert ők úgy tűnik, hogy eléggé megvédik őt. Igen, megvédik, mert ölték meg az ő kutyájukat, csak én azt kérdeztem Julistól is, hogy te fiat honnan tudja, hogy a kutyám északi tótenet nem volt rá itt. Csak azt tudja, hogy itt volt a kutyám, aki itt volt. Uh-huh. És mit keresel éjszaka? Hány kutyája van önnek? Hú, most már kevesebb van, mert kettőn előtt elvittünk. Sok ilyen kis kutya van, meg a nagyok ott vannak benn középen. És így tudja biztonságban érezni magát, gondolom. Hát, sajnos igen. Hát itt van az, hogy az ember főszer riasztókat, lámpákat ugat a kutya, akkor föl kell. Tehát úgy nem lehet már tisztességesen aludni, hogy lehúnyom a szemem, mint évekkel ezelőtt, mert akkor tudtam, hogy kik vannak itt az idős házaspár, akkor Józsi bácsék laktak itt, az is nyugdíjas bányász volt. És hogy kerültek ide ezek az újonnan betelepült cigány vagy roma családok? Innen a városból is jöttek, ugye kilakta őket a önkormányzat. Nem tudom, de azt mondja, hogy főleg a hevesiekkel van baj. Igen, a Dankó telep? Vagy az a Dankó telep. És hogy kerültek ide? Én nem tudom, én nekem egyszer történt meg, hogy mert szokták utána rendőrök, ugye volt egy időben, hogy itt rohangált a rendőr, de úgy csinált a rendőr, hogy tőlem kérdezte meg a rendőr itt fekete ruhában, hogy merre van a város. Uh-huh. Vagy nem tudom, miért nem nagyon volt helyismerete, úgy tűnik. Nem tudom, hogy ezek honnan kerültek ide. Ugye nekem egy utca szokott lenni. Hát a kiskutyusok ugye kijönnek, akkor úgyis kijön. És jövök ki, ez 9 órakor, jövök ki, látom két feketeles emberkét, ácsolok, álmvilágít lámpával. Nem tudtam, hogy ki jön. És mondom, mit óhajt ez testvérem? Akkor látom a rendőrök, és akkor mondja, hogy hogy lehet visszajutni a városba, hogy ez az út hol vezet. Mondom, drága barátom, jó helyen járt. Hát elmész erre 700 méter, és arra van a város bal oldalt. De utána eltűntek a rendőrök. Egyszer itt álltak ilyen zöld mikrobusszal. Minek? A terménylopásokról mondaná valamit? Hogy ez hogy néz ki? Hogy kell elképzelni? Ami miatt föl kellett adni az embereknek a gazdálkodást? A terménylopás. Én átmentem nem a régen a Józsi szomszédjához, a Molnárnézeknek meghalt 3 férje.
Ő mondja, szerencsétlen idős asszony, idősen beteg asszony is. Hogy ellopnák a világját is ellopják. Az ember valaki szól neki, mi a bajod köcsög, itt szét basz a szád, így meg lesz elverve. Ez szó szerint. Látom be az embereket, hogy a gyógyszert nem tudja megvenni. Én már magyar, meg fehér, és akinek meg rostás a neve, meg lakatos, meg vonulva rohangál, azok meg oldvaszárba kapják a milliókat. És akkor mit csinál nyáron? Bömböl itt az a zene, de hangosan, hogy az egész környék részegen rohangálnak, megkapják a segélyt, akkor... Ó, Isten. Ez nagyon zavaró, ez a hangos zene sokaknak. Ugye? Nem az, hogy a hangos zene. Már oda annyit elértünk, hogy én beszélgetek emberekkel. Én rámerem tenni, hogy 100 emberből, most mindent, hogy tót, magyar vagy szlovák, 100 emberből 90 azt mondja, hogy István, meneküljünk tőlük. Nem, mert még beszélni sem hajlandók vagyunk. Tehát itt már bent félnek a határúton a városban. Van egy ismerősöm, hogy Tesco-ba dolgozik, meg biztonsági rad, és elmondta, hogy olyan dakoták jönnek már be, hogy azt tudják, hogy ki kicsoda. És csinálják a balit. Tehát mindenhol, a városba, mindenhol. Nekem ezzel van bajom, hogy olva szállj be ez a segély. Nem segélyt kell nekik adni, hanem azt, hogy lefoglalják magukat. Mert az, hogy segély, és főkülnek délután kettőkor, éjszaka meg rabolnak, megtehetek, ugye, mert kapnak segélyt. És mit rabolnak itt a környéken? Most mondta, hogy virágot, most már mindent elvittek. Most mondta, hogy még itt a virágot is elvitték. Itt legutóbb a simonicsék, azok gazdálkodók. 20 évig ott volt neked ott a kapa, a szerszám, a minden. Senki nem bántotta. Most azt is elrabolták. Itt volt 24 évig szegény emberkének a kiskertje. Szólja sátorke, minden. Most semmi nincs, ekkora gaz van is. Mondom, időnként ide kijönnek szegények, a nénik itt esírja magát, meg mondja, hogy hova fajult a dolog. Nem, egyszerűen nem lehet gazdálkodni. Mit? Tehát én most azt, hogy itt a szemmelévő földet fölszántom, ütetek belőle, azt akartam, hogy kukoricát és krumplit közé. Nem, egyszerűen nem merem, mert most én belefektetek 20.000 forintot, vagy 25-öt. Miért? Az, hogy háborúzzak, hogy mikor lopják, kellene tudjak aludni. Hát a gazdálkodók se ütetnek már kukoricát, ütetnek inkább lucernát, hogy nem tudnak elvinni. És senki nem védi meg az önök vagyonát? Hát ugye erre ugye a rendőr nem tehet róla, mert nem lehet ott. Én nekem az ellen van bajom, hogy behozták ezt a törvényt is, ugye, hogy ha terepszín ruhát veszek föl, vagy járőrözök, akkor az a kisebbségbe riadalmat kelt, és hármit büntetik. Ezt én nem tudom elfogadni. Egyenruhás bűnözés, úgy hívják. Én nekem volt terepszín ruhám, de esküszöm, Isten látja, nekem inkább elégettem, meg bakancsom is van. Tehát én nem azért mentem itt be, mert katonát itt akartam játszani. De könyörgöm, és engem azért miért büntetnek meg? Mert ahogy volt ez a polgári szövetség, hogy járkáltok, az miért kellett félelmet a kisebbségbe? Benne meg az kellett félelmet, hogy nyáron vagy rosszul, hogy 3-4-en meg autókkal rohangálnak, és akkor azt nézik, hogy mit lehet ellopni. Meg az, hogy 7-es rúkám, gyere, és akkor adja ezt, meg adja azt. Benne meg az kellett ijadalmat. És a Viktor testvérnek nem azt kéne azzal foglalkozni, hogy csak azért védem a cigányokat a nyilvánosság előtt, hogy választások és ugye szavazatokat jelent. Neki esze ágába sincs a magyar emberre foglalkozni a Viktor testvérnek. Neki az van, hogy a zága barátját ott a parlamentben, jaj, a Florian elvtárs, neki csak a szavazatokra van szükségük. És nyomják orba szájba őket pénzzel, milliókkal, hogy honnan veszik ezt a pénzt, amit kapnak. Tehát mondom, nem az a baj, hogy kap a kisebbség. De a szlovákokkal még nincs gond, a ödményekkel még nincs gond, a többi kisebbséggel. Ennek, hogy inkább talán tettek alapján kellene ítélni mindkét részről, tehát hogy kapjon akkor, hogyha erőfeszítést tesz, hogyha akar dolgozni, ha akar beilleszkedni, és kapjon ugyanúgy a magyar, mint ahogy a cigány kap, nem? Talán itt van valahol a baj. Én azt mondom, hogy cigány, akkor engem rasszizmus elítélnek, és nekem azt mondja a cigány, én úgy mondom, hogy Dakota, mert azt tudom, hogy lehet mondani, hogy cigány vagy nem, mert már tényleg nem tudom. Ha nekem azt mondja a Dakota, hogy büdös prostó, akkor én nem tehetek feljelentést, mert hogy kisebbség vagy rasszizmus. Sokszor mondják azt, hogy prostó meg paraszt meg a magyarokat? Ez még a könnyebbik verzió. Tehát van olyan, hogy a magyarokat szígyák azért, mert magyarok? Tehát, van, persze. Tehát gyakorlatilag a magyarokat is a nemzetiséghez tartozásuk miatt gyalázzák, azért mert magyarok. Szerintem igen. Milyen szavakkal gyalázzák? Prostó, paraszt? Vidős magyar, szosztó. Aha. Ez komolyan, ez létezik. Tehát én nem bántanak a farkasáptársaikat, meg nem tudom kiket ott a parlamentben, de könyörgöm, jöjjön le, menjen, éljen közöttük 2 hétig, hozza le ide a kisgyerekét, és éljen közöttük 2 hétig. Amikor kijön az idős ember oda, menekülnek onnan, mert eladnak el, kijönnek kerékpárok pénteken, este 6-kor, tehát 10-kor már nincs maga kerékpár, és nem mernek csinálni semmit, tényleg szegények.
Mert itt van Imre Mácsi, az is inkább ott hagyja szétszaladni a házát, mert nem jön ki. Mert szegénynek főtölték egy év alatt vagy négyszer, és már beleürült abba, hogy állandóan rettegett. És nem tudja eladni sem. Gondolom, főleg amióta megöltek idős embert, azóta pláne... Igen, azt is, hogy az ölték meg, mert adott nekik. Uh-huh. És kinek adott? A cigányoknak. Ez élő példa, azt tudta mindenki. Uh-huh. Végig úgynevezett bányászkertek voltak, igaz? Végig itt az egész bányászkertek voltak. A szőlőművel is folyt. Nem volt ilyen gaz. Ez tiszta, füves, szép. Még lehet látni kerítés meg a maradványait. Tehát ez így végig gápolt rész volt. Ha mindjárt lesz egy kis patak, Józsi már itt tartott állatokat. És képzeld, hogy annak idején itt lehetett hátul állatokat tartani. Úgyhogy nem vitt el senki. Pedig... És akkor itt bányászok voltak, akik hétközben dolgoztak oroszlányban a bányában, és hétvégén kijöttek ide, állatokat tartottak. Igen, itt volt nekik, ugye, mert a városban nem lehetett állatot, ugye panelházakban laktak itt. Például annak ide itt tartott a Józsi bácsi az állatot. Itt ebben a házban. Igen, ez Józsi bácsinak ez volt a disznó. A Józsi bácsi is elmenekültek innen. Elmenekültek, Józsi bácsi elmentek innen. Itt egy patak volt. Itt egy kis patak. Patak megy. Itt volt az a kis kerteske szegény idős embereknek. Mindig itt járkáltak át, itt volt a kis patak. Az volt neki a kis háza. Itt egy gyönyörű szép szőlős és gyümölcsös volt. Még ezelőtt másfél évvel is. Az Ivoly az sajnos alkalmazom a feladatának. A cigány önkormányzati képviselő? Nagyon szerettem volna vele beszélgetni, de nem volt hajlandó velem. Tegnapig még úgy volt, hogy hajlandó ő is beszélgetni, nyilatkozni, de aztán azt mondta, hogy nem. Hát Ivoly itt szerintem alkalmazom a feladatára. Tehát ezek is mind itt végig ilyen nyaralók voltak, hétvégi házak. Itt végig, tehát ez a két dűlő, a nyíres és a német dűlő, az ilyen bányászpianék voltak. Évekre mondom, hogy gyönyörű szép kis kertek voltak. Itt majd még lehet látni lenni a kertben, és a, nem tudom, hogy hívják, ő is itt szőlővel foglalkozott. Itt jellemző volt, hogy kijöttek az adag, bányászok, leültek, beszélgettek a régmúltról. Már nincs itt, már bányász nem talál. Látom, azért ott még tartanak állatokat, ott azon a telken, ugye? Jól látom? Igen, csak itt is van a gazdálkodó, a bánatlaki fönt. Na, majd régen a telepét kidobulták a traktorokat, és ezeket elvittük, a métert hozták vissza a cuccokat. A sárga, nem, az a Petőfi udvar volt, a sárga, az volt tavaly, hogy lebontották. És abban is most vizsgálat folyik, majd visszaélések voltak. Tehát, hogy oroszlányban benne a városban. Igen, onnan kidagták őket ide. És azóta vannak ezek gondok, tehát onnan a lakukat ide kidagták, elengedték nekik közt, tehát hogy volt tartás, hogy víz áram elengedték nekik. Van, akinek itt megvették a családnak a földet, most semmiért. Tehát én nem fizettem rá, nem kikapcsolják, nem lehet meg védett fogyasztó, mert hátrányos helyzet, vagy nem tudom micsoda. Csak nekem ember nagyon elég van az állandó hátrányos helyzetből. Mondom, én azt javaslom a Viktorkának, meg a Kolompád úrnak, meg akik ott a irodába vicsörögnek, nem kívánok tőlük sokat, le kell jönni, be kell menni közéjük, éljenek ott egy hónapot. Utána alkosson véleményt. Miért csak nem is kell egy hónapig ott élni, hanem meg kell hallgatni az embereket szerintem. Legalábbis én már nagyon sokat tanultam az alatt, az idő alatt, amióta járom a vidéket, és beszélgetek emberekkel, meg cigány emberekkel is beszélgetek, és egyébként ők is azt mondják, hogy a tisztességes cigányok, akik beilleszkednek, meg dolgoznak, meg a gyerekeiket iskolába járatják, ők is nagyon sokat szenvednek a lumpen, meg a bandita cigány emberektől. Hát itt is van a cigányok között eltűnés. Van azért van, hogy a Hevesi meg Dankó telepé között, mert vannak, hát van a Laci, az is tisztességesen dolgozik, tehát a cigány cigányt meglopta, és mikor nekem is azt mondja, Pisti, hát mikor már mi meglopjuk egymást, akkor... Tehát egymás között is van nekik probléma. Én ezért mondtam azt, hogy a Hevesi Dankó telep. Mert az. Tehát már ahogy beszélgetnek, tehát a nyelvjelsők is meg lehet különböztetni, hogy honnan származnak. Uh-huh. Tehát békésről is vannak cigányok, de ezek tisztességes, normálisak. Én is ezt tapasztaltam. Amit én tudok, tapasztaltam az évek alatt a viselkedésükből kiindulva, azok a helyesek. Mondtam, hogy ezt a kilátkozik.